Szia! Hát a régen nem volt már videó, úgyhogy gondoltam most itt az ideje egy kis bejelentkezésnek. Én ugye szabadságon voltam, Zoli költözik, szerel, minden el van veszve. Ugyanakkor ezt az időt azért igyekszünk hasznosan tölteni, illetve igyekeztünk, és elég izgalmas projekteken dolgozunk a háttérben, és nagyon remélem, hogy hamarosan bővebben be tudunk majd számolni ezekről, legalábbis, legalábbis, egy részükről, amint azok publikusak lesznek, de izgalmas projektek, izgalmas emberekkel, úgyhogy nagyon várom már, hogy meg tudjunk osztani némi információt ezekről. De addig is most más típusú dolgokról beszélgetünk egy kicsit hiszen, ahogy látod itt a képernyőn, Facebook, miért izgalmas ez? Egy elég régi sztori, de mostanában felröppent a hír, hogy a GDPR és az adatok mozgatása kapcsán azzal fenyegetőzik a Facebook és az Instagram anyacége, a Meta, hogy kivonul Európából, hogyha nem mozgathatják át azokat az adatokat Amerikába, blablabla, bla, bla. de aztán kiderült, hogy ez mégsem így van, vagy mégsem mondtak olyat, vagy nem úgy gondolták, úgyhogy egyelőre úgy tűnik, hogy marad a Facebook, nem mint hogyha annyira érdekelne, ha bár a Messenger-t sokat használom, de most azon gondolkoztam, hogy legalább 5 vagy 6 különböző platformot használok a kapcsolattartásra, és az elég elcseszett dolog, de kíváncsi vagyok, hogy te mennyit használsz, mert nálam szerepel a Messenger, WhatsApp, Viber, hangouts, vagy, vagy minek hívják az utódját, teams, nyilván a munkás dolgokra, úgyhogy a családom egyik felét itt a barátaimat, ott a munkatársaimat amott érem el, és ez eléggé frusztráló tud lenni, de kíváncsi vagyok, hogy te hány platformot használsz a kapcsolattartásra. Tehát, hogyha esetleg megtörténik, hogy kívánom nekem mindössze ez lenne a problémám vele, de úgy tűnik, hogy ez nem fog megvalósulni, viszont Hogyha már itt tartunk, akkor egy kicsit beszélgethetünk a különböző közösségi platformokról, és hogy, hogy hogy működnek ezek az adatok, és hogyan változhat ez a közeljövőben. Habár ez egy nem túl friss hír, de gyanítom, hogy nagyon sokan nem hallottatok még róla, hogy mik, mik készülnek a háttérben, hiszen a közösségi platformokkal az a probléma, hogy tudom, a Twitter, vagy akár a Facebook, hogy az adatokat ők tárolják, a platformok, tehát a, a regisztrációidat ők tárolják, tehát hogyha azt gondolod, hogy úgy monetizálod ezeket a dolgokat, ahogy te szeretnéd, vagy úgy használod, hogy te szeretnéd, ez nem igaz. Ez az ő tulajdonuk, ők vigyáznak rá elméletileg, ahogy a linkedin is kiszivárgott néhány millió profil és a hozzátartozó dolgok, ez előfordulhat bárhol, és hát ebből ők keresnek. Igazából azon gondolkodtam, hogy a Facebookot talán a hirdetők és a nyugdíjasok hiányolnák, hogy eltűnne, de, de lehet, hogy a közeljövőben lesz erre megoldás. Habár volt már ilyen próbálkozás, hogyha hallottál a steam például, hiszen az volt egy ilyen blokklánc alapú közösségi platform, és biztosan vannak még mások is, de azzal az volt a legnagyobb probléma, hogy a saját láncukon a steam and, vagy steam it hívták azt is, próbálták ezt megvalósítani, és hát nem lett egy átütő siker. Viszont, hogyha belenézünk egy kicsit Steninek az Áve főnökének a tweetjébe, egy elég régi tweetjébe, ahol azt mondta, hogy ha Jack, a Twitter főnöke, ugye, aki már ott hagyta a hajót, meg akarja építeni az AV-t, illetve hát egy ahhoz hasonló platformot Bitcoinon, akkor, akkor ők, az AV, miért ne építeni meg a Twittert, az ethereum -on. És ezzel annak idején foglalkozott ugye a Decrypt is, még hozzá, hogy egy Ethereum alapú Twitter alternatíva épül a háttérben, ami abból a szempontból érdekes, hogy teljesen más lesz vagy lehet a hozzáállás a felhasználók adataihoz, hiszen itt nem az adott platform birtokolna az adatokat, hanem, hanem a felhasználó tehát elméletileg, sokszor hallottuk már ezt, már csak egyetlen regisztrációt kell végrehajtanod, és onnantól kezdve minden a te kezedben lesz, hogyha, hogyha ez egyszer elkészül. És ez azóta is folyamatosan megy, kezd kiépülni, nem más, mint a lens protokoll képében, amit nem úgy kell elképzelni, mint egy a szokásos közösségi platformot, hanem inkább mint egy framework egy egy könyvtárat, ami ezeket az adatokat tárolja, és aztán ezekre az adatokra, vagy ezekből az adatokból épülhet ki akár egy közösségi média platform is. És ami nagyon fontos benne, az az, hogy egyrészt ugye kezdetben úgy volt, hogy az ethereum épül, bár én gyanítom, hogy inkább valami sidechain-en vagy, vagy layer megoldáson jöhet ez létre, hiszen nem hiszem, hogy bárki akarná fizetni mostanában az Ethereum díjakat, ha bár közeledünk afelé, hogy esetleg egy olcsóbb alternatíva jelenhet meg a közeljövőben, ugye a Proof of Stake átállás következtében, hogyha egyszer odaérünk. Viszont az alapötlet nagyon szimpatikus, hiszen hogyha regisztrálsz erre a platformra majd, készítesz egy NFT-t, ami egy bővíthető NFT lesz, tehát bármi, amit létrehozol majd a későbbiekben, az értelemszerűen a blokkláncon kerül majd elmentésre, és onnan lehet majd felhasználni. Viszont ebben az NFT-ben benne lesz minden, amit, amit írsz, kommentelsz, hozzáadsz, képeket adsz hozzá, a baráti köröd, és a többi, és a többi. Tehát ez ugye az nft és a blokkláncon lévő eszközök jó szokása szerint a te tulajdonod. Tehát minden, amit innentől kezdve megosztasz vagy teszel, az a te tulajdonod marad, ahogy a saját tartalmad, gyakorlatilag a saját közösségi platformod, a saját adataid, és te döntöd el, hogy mikor és hogyan monetizálod. És innentől kezdve nem lesz kérdés az, hogyha mondjuk ott akarod hagyni a platformot, vagy az egyik platformot, akkor mi lesz majd az alataiddal, mi lesz a követőiddel, ezeket gyakorlatilag egy az egyben át lehet majd emelni egy másik platformra, hogyha úgy tetszik, hiszen, hiszen itt nincsen a közösségi platform által birtokolt adat, itt minden a tied, és mindegyik platform, ami erre épül, nyilvánvalóan ezekből fog majd táplálkozni. Tehát a Web3, mint olyan egy nagyon izgalmas dolog, és nagyon kíváncsian várom, hogy, hogy milyen platformokkal jelentkeznek majd a fejlesztők. Egyébként itt a Lens protokollon bele lehet nézni, bele lehet olvasni, illetve bele lehet kapcsolódni a fejlesztésekbe, hogyha erre van affinitásod, és érdemes is körülnézni. Egyébként én itt még a Check It Out nevében alá is írtam ezt a felhívást, mi szerint nekem kéne birtokolnom ezt a tweetet. Uh, úgyhogy nézzétek meg, én nagyon szimpatizálok azzal, amerre halad ez, ez a világ, és, és nagyon várom, hogy valami kézzelfogható szülessen meg belőle. Viszont, hogy még egy kicsit megmaradjunk a közösségi médiás tartalomnál, milyen szépen átível az egész adáson ez. Ugye a Superfamról sokat beszéltem, meg ugye van is tokerem, és szépen fejlődik egyébként a platform, ugye megvolt az NFT launch, a farming, viszont terveztek ugye játékot is, hiszen Elliot Weinman, aki a platform főnöke és létrehozója, ő nyakig benne van a metaverzumokban és a, az NFT-ben, a hozzákapcsolódó játékokban, és ebben az egész világképben, ami, ami kezd kialakulni a körülötte, és ígérgettek ugye egy valami nagy játékot, egyébként több stúdióval is együtt dolgoznak, nem tudom egyébként, hogy a Steam-en már bétában meglévő egyik játék, amit egyébként még név szerint nem említettek, milyen stádiumban van, hiszen egyébként a Steam nagyon az NFT-k ellen van, úgyhogy nem is tudom, hogy, hogy ebben benne lesz-e majd az NFT képesség, vagy nem. Minden esetre az Impostors nevű játék, ami saját bevallásuk szerint az első AAA-s play to earn NFT alapú játék hamarosan megjelenik. Még hozzá egy-két napja lett elérhető ez az oldal, eddig csak egy számláló volt, aztán most lett még egy számláló, és az érdekesség ebben az, hogy ha megnézed itt ezt a két kis logót, az egyik az Epic Games logója, akit gondolom nem nagyon kell bemutatni, tehát az Epic Games csapata, legalábbis egy részük dolgozik a játékon, ami az Unreal Engine-re épül, amit szintén nem kell bemutatni, és ez egy ilyen közösségi típusú play and earn játék lesz, amit egyébként én még nem nagyon tudok elképzelni, hogy mitől lesz ez egy triplás játék, hiszen amikor ilyenekről beszélünk, akkor olyanok jutnak eszünkbe, mint a GTA sorozat, Call of Duty, vagy hasonlók, de meglátjuk, hogy, hogy mennyi embert foglalkoztat majd ez. Ezt csak hallomásból tudom, de több, mint valószínű, hogy, hogy szükség lesz majd hozzá Super tokenre, ami ugye a Superfarm natív tokenje, és valószínűleg ezzel lehet majd vásárolni a platformon, illetve felhasználni különböző dolgokra. És egy Genesis drop, tehát az első NFT drop valószínűleg a számláló lejártakor kerül majd értesítésre, Értelemszerűen ezek lesznek majd a legtöbb pozitív tulajdonsága a bíró NFT-k, amikhez aztán kapcsolódhatnak dropok és hasonló dolgok. 10.000-néhány száz darab lesz majd belőle, a 10.000 fölötti darabot azt meghagyják ilyen whitelisteseknek, meg hirdetésekhez hasonló dolgokhoz, és hát ezzel a játékkal próbálják meg összekötni ezt a Twitch generációt, illetve a metaversum, a kripto alapú dolgokat. Van róla egyébként egy videó nem sokat mond el egyébként, viszont azt tudjuk, hogy maga a játék egy ilyen leplez le a gyilkost típusú játék, tehát hogy lesz egy valaki, nyilván ezt szokták játszani az életben is, lesz egy valaki a gyilkos, aki próbálja áthazudni magát a dolgokon, és közben, közben elkapni a többieket, a többieknek pedig ugye az a dolga, hogy leleplezzék őket, úgyhogy ez így magában annyira nem hangzik különösebben izgalmasnak. Ezért is mondom, hogy ez a triplájáző az én szememben még egyenlőre nem indokolt, de ki tudja, lehet, hogy egy elképesztő játékelményt tudnak majd mögé társítani, és azért kíváncsian várom, hogy mi lesz vele. Tehát ennyit most így a Superfarm házatájáról, és ebből a Közösségi platformos dolgokból. Változnak, változnak ezek, nem annyira gyorsan, mint ahogy én szeretném, de, de remélem, hogy ez is eljut egy ilyen decentralizáltság szintjéig, ahol ahol ilyen DAO-szerűen lehet majd ezeket a platformokat irányítani, és reméljük, hogy demokratizáltabban, mint, mint a jelenlegieket. És hogyha más típusú tartalomra váltsz egyébként ezt még akartam mutatni, akkor. Látogass meg Obelix Twitch csatornáját, ahol olyan dolgokkal játszik újabban, mint a Lost Ark, egyébként Obelix az egyik moderátorunk, tehát olyanokkal játszik, mint a Lost Ark, vagy a Snowrunner, amiről másik moderátorunk, Bali, nagyon summásan megjegyezte, hogy ha nem tudnád, hogy mihez mész a hóba dög nagy kamionokkal, azt mindenhol felborulsz, és ez tökéletesen leírja a dolgot, úgyhogy ha egy kis sárdagasztásra vágysz, és egy kis felhőtlen szórakozásra, akkor nézd meg mindenképpen, hogy mit művel Obelix, és dobjatok neki néhány lájkot. Like Zoli mostanában tervez majd egy interjút egyébként, úgyhogy valószínűleg tőle hamarosan azt láthatjátok majd. Mi pedig bármilyen izgalmas dolog történik, természetesen jelentkezünk újra, most, hogy vége a szabadságolásnak, és mind a ketten aktívabbak leszünk majd ismét. Úgyhogy addig is további kellemes napot, és csá!